A szilva szezonban megunhatatlan fogás a gombóc. Hello! Isten hozott a konyhámban! Wichmann Anna vagyok, és a csatornámon sorra mutatom be a legnépszerűbb, családi kedvencek receptjeit. Ebből a szilvás gombócból tapasztalatom szerint nem lehet eleget készíteni. Teljesen mindegy, hogy hány kiló krumplival állok neki, a családom tutira nem akad ki, hogy jaj, túl sok lett. Kezdjünk is neki! A burgonyát hagyományosan hámozás nélkül szoktuk főzni, de valójában ez majdnem mindegy. Most csak olyat tudtam venni gombócnak való C-típusú sárga burgonyából, amiben alig akad két egyforma méretű, így jobbnak látom meghámozni és nagyjából ugyanakkorára darabolni, hogy főzés közben egyszerre puhuljanak meg. Felöntjük annyi vízzel, hogy bőven ellepje. Alaposan megsózzuk, és lefedve puhára főzzük. Szűrjük le, és alaposan hagyjuk lecsöpögni. Csak ezután szedjük vissza a láposba, hogy finomra törjük a krumpli nyomóval. Most jön egy hosszú szünet egészen addig, amíg teljesen, de tényleg teljesen hidegre nem hűl. Addig vegyük is át, hogy mi az a három pont, ahol el tudod rontani a tésztát. 1. Ha olyan új krumplit veszel hozzá, aminek még pergős a héja, ennek magasabb a víztartalma és ezért nem jó. 2. Hogyha szétfőzöd a burgonyát, ennek megint csak magasabb lesz a víztartalma és több lisztet vesz fel. 3. Hogyha nem hagyod teljesen hidegre hűlni a burgonyát a begyúrás előtt. Én többnyire előző nap szoktam megfőzni a krumplit, és éjszakára a hűtőbe teszem. Így veszi fel a legkevesebb lisztet, 1 kg burgonyához elég 20 dekaliszt a liszt is, és szerintem így lesz a legfinomabb. A szilvákat csak annyira vágjuk be, hogy könnyen kijöjjön a magja. Így jobban megtartja majd a fahéjas porcukrot. A serpenyőt közepes lángon felhevítjük, és a zsemlemorzsát pirítani kezdjük. Én mindig csak akkor adom hozzá a vajat, amikor már szép színe van, mert úgy tapasztaltam, hogy így kevesebb zsiradék is elég hozzá. Amíg a pirulásra várunk, a burgonyához mérjük a finom lisztet, a sót és a vajat. A prézlit közben időnként átkeverjük, és ha már szép pirult színe van, beletesszük a vajat is. Szépen kevergessük el, hogy szaftos legyen mindenhol, és ezzel készen is van. Tegyünk fel egy nagy lábos vizet forni a gombóchoz, és közben gyúrjuk össze a tésztát. Én először mindig kevesebb liszttel próbálkozom, hiszen akkor a legfinomabb, hogyha keveset használunk hozzá. Ha ilyen szépen elválik a tártól és a kezünktől, akkor a világért se adjunk hozzá többet, de ha kell, akkor apránként még gyúrjunk hozzá annyit, amíg ilyen jól kezelhető lesz ragacsmentesen. A 2 évvel ezelőtti sárga barac gombóc videóban már mutattam, hogy nem szoktam kinyújtani a tésztát, felvagdosni és úgy tölteni. Én egy hengert formázok és abból vágok szeleteket. Na de pont itt érhető tetten, hogy mennyit változik az ember, mert már hengert se szoktam formázni a gombóc tésztából. Kiveszünk egy kisebb darabot, golyóvá forgatjuk és a tenyerünkben ellapítjuk. Jöhet bele a szilva, és a mag helyére a fahéjas porcukor. Egyszerűen rányomkodjuk a tésztát úgy, hogy összezárodjon a gyümölcs felett. Kicsit formázzuk, és a lisztezett tálcára tesszük. Na még egyszer, először golyónak formázzuk a tésztát, aztán ellapítjuk kb. 1 centi vastagra. A közepébe jöhet a szilva és a fahéjas cukor. Majd körben bezárjuk a tésztát, és egy csinos gombóccá formázzuk a tenyerünkkel.
Nekem ez nagyon bevált ahhoz, hogy ne legyen túl vastag a tészta a gyümölcs körül, és ne is foglalkozzak vele többet, mint szeretnék. Amikor már lassú forrásban van a víz, beletesszük az első gombócokat. Egyszerre 5-6 darabnál többet ne tegyünk bele, így pár perc alatt szépen felúsznak a víz tetejére. Sokan vannak azon a véleményen, hogy ilyenkor rögtön ki kell venni a gombócokat, mert megfőttek. Én úgy tapasztaltam, hogy ha még extra 3-4 percig főzöm, akkor lesz a legfinomabb állaga. Igaz, hogy én eleve nem tartom zubogó forrásban a vizet, csak éppen hogy bugyog, mint amikor a húslevest főzzük. Szerintem így lesz a legfinomabb. Alaposan lecsepegtetve tegyük a prézlire. Jöhet az újabb adag gombóc a vízbe. A serpenyőben pedig egy kicsit átmozgatjuk a gombócokat, hogy körben bevonja a prézli. Így mehetnek egy tálra. Többször kérdeztétek már, hogy lehet-e fagyasztani. Igen, nagyon jól bírja a fagyasztást, de mindenképpen a kifőzés előtt kell lefagyasztani, egy tálcán betéve a mélyhűtőbe. Amikor már keményre fagyott, nyugodtan összeszedheted egy dobozba, hogy kevesebb helyet foglaljon. A kifőzés pedig ugyanúgy megy. Ne hagyd felolvadni, még fagyosan tedd a lassú forrásban lévő vízbe. Miután feljönnek a víz tetejére, 3-4 perc elteltével készen is van. Végül hintsük meg porcukorral. Na lássuk, milyen lett belül. Köszönöm, hogy megnézted a videót, remélem, hogy tetszett, és te is ki fogod próbálni. Még mielőtt elkattintasz, kérlek szépen iratkozz fel a csatornámra, és lájkold ezt a videót, hogy mások is láthassák. A receptet a pontos mennyiségekkel és hasznos tippekkel megtalálod a videó leírásában a linkek között, és az annuskan.hu oldalon. Találkozzunk legközelebb is!